Ma már életbe is lépett az a rendelet, amit Orbán Viktor miniszterelnök tegnap délelőtt írt alá, az időseket védő vásárlási idősáv bevezetéséről. Az új rendeletre azért van szükség, mert továbbra is ez a korosztály a legveszélyeztetettebb a járvány miatt. Az idősügyi tanáccsal egyeztetve a kormány olyan idősávot hozott létre, amely eltér a tavaszi gyakorlattól. A 65 év felettiek hétköznapokon 9-től 11-ig, hétvégén 8-től 10 óráig vásárolhatnak a védett sávban. A legfrissebb kormányrendelet azonban nem zárja ki, hogy az idősek a nap bármely szakában is vásárolhassanak. A 65 év feletti korosztályban sokan nyugdíjasként dolgoznak, így számukra is biztosítani kell a vásárlási lehetőséget. A rendelet az alábbi üzletekre vonatkozik: élelmiszerboltok, drogériák, gyógyszertárak és gyógyászati segédeszközt forgalmazó üzletek. Ezekben a boltokban a védett vásárlási sávban az időseken kívül csak az ott dolgozók tartózkodhatnak. A maszk használata továbbra is kötelező.